Miközben egyre nagyobb a nyomás, hogy Izrael ne üldözze tovább a Hamas Rafában, Netanyahu a Fox News-nak azt nyilatkozta, karnyújtásnyira van a győzelem. Közel a győzelem. Ahogy mondtam, megsemmisítettük a harcoló csapatok háromnegyedét. Nagyon közel vagyunk a győzelemhez. A legjobb dolog, amit közel-kelet jövője, a béke és a túszok jövője érdekében tehetünk, a gyors győzelem. Netanyahu Biden elnöknek a gázai civil áldozatokkal kapcsolatban a jöjjön Jézushoz megjegyzésre is reagált. Nem ismerem ezt a kifejezést. Noha Jézus innen nem is olyan messze született. Ha ez egy szívből jövő beszélgetést jelent, ezt már rengetegszer megtettük a 40 év alatt, amióta Joe Bident ismerem. Az élelmiszerhiányra hivatkozva az ENSZ egy 200 tonna élelmiszert szállító hajót küldött, hogy tengeri úton próbáljon segélyt juttatni Gázába. A Ramadán kezdetén Netanyahu felesége Sarah személyes levelet küldött a katari emír édesanyjának, amelyben ramadáni jó kívánságokat küldött, és a Hamas fogságában lévő túszok szabadon bocsátását kérte. A Ramadán szellemében arra kérem önt, hogy jelentős befolyását felhasználva dolgozzon az izraeli túszok szabadon bocsátásáért. Az ön közreműködése döntő szerepet játszhat abban, hogy hazahozzuk őket, reménysugarat nyújtva családjainknak. Ezzel együtt jelentős lépést téve a béke és a megbékélés felé. Az ENSZ biztonsági tanácsában az izraeli külügyminiszter október 7-én a Hamas által elkövetett szexuális erőszakkal kapcsolatban beszélt. A Hamas nem a muszlim világ nevében beszél. Arra kérjük önöket, hogy ítéljék el a szexuális erőszak bűncselekményeit, melyeket ezek a barbárok a muszlim vallás nevében követtek el. A Ramadán kezdetével az izraeli erők magas készültségben állnak arra az esetre, ha növekednének a terrortámadások és az erőszak. Hétfőn izraeli arabok százai imádkoztak békésen a templomhegyen az Al-Aqsa mecsetnél. Az izraeli biztonsági erők ugyanakkor megöltek egy terroristát, aki egy jelentős terrortámadás elkövetésére készült az ország középső részén. Ezért sok zsidó és keresztény azt kéri, hogy a Ramadán hónap alatt még többet imádkozzunk Jeruzsálem és Izrael békéjéért. Chris Mitchell, CBN News, Jeruzsálem.